strandfoci kupa zajlott hétvégén a hajdúszoboszlói strandfürdő területén. A rendezvény már több éves múltra tekint vissza, és remélik, nem is ér véget ezzel a szezonnal. Bár a focistáink hazatértek, azért a fociláz sosem ér véget. Ennek volt tanúbizonysága a hétvégén megrendezett strandfoci kupa, amelynek a hajdúszoboszlói Hungaraspa ZRT adott otthont kiváló környezetet biztosítva a rendezvénynek. Ékes bizonyíték volt ez, hogy a sport különböző terepeken biztosít lehetőséget, hogy rúgni lehessen a bőrgolyót. Idén első alkalommal Hajdúszoboszlón rendezzük meg a Fürdővárosok strandfoci kupáját. Ez egy olyan sorozat, ami több állomásból áll, és a nevezett csapatok a végén a Tisza-Kécskén fognak megmérkőzni majd július közepén, de Hajdúszoboszlón, Abátszalókon, Tiszafüreden, Berekfürdőn és természetesen Tisza-Kécskén is fognak játszani. Ezek az állomások ugyanolyanok lesznek, mint amit itt mögöttem láthatunk. 14 csapat jelentkezett, vegyesen a régióból, úgyhogy fociláz van, fociznak, reméljük, hogy sikeres lesz, és nagyon jó időnk van itt a fürdő. Is. Akkor mondhatjuk, hogy ez a rendezvény ezen apropóból indult, hogy ami ugye ebben az évben zajlik az országban, illetve a foci csapatunkkal, vagy pedig ez már, vagy hagyományt is fogunk ezzel teremteni. A Hungaraspa strandfürdőjében minden évben van valamilyen sportesemény, legtöbbször röplabda, strandröplabdások szoktak jönni Debrecenből, de többször volt már nálunk szintén ilyen strandfoci bajnokság. Ez a fajta fürdővárosok strandfoci kupája, Grand Prix jelleggel, ez először van megrendezve a strandfürdőnkben, és szeretnénk ezt majd továbbiakban is hagyományát tenni. Nem tudom, tudod, de mi a végkimenetele, tehát, hogy a győztes csapatok milyen jutalomban részesülnek majd? Magas díjazások vannak, vannak tárgynyeremények, kupák, oklevelek, és értékes nyereményeket lehet nyerni minden állomáson, úgyhogy azt szoktuk mondani, vagy azt javasoljuk mindenkinek, hogy hát a évről évre vannak rendezve ugye nálunk akár strandröplabda, vagy akár strandfoci bajnokságok, jelentkezzenek, hiszen nem csak az élmény, nem csak a hangulat miatt, hanem akár a nyereményekért is játszhatnak nálunk. Persze az is megszokott, hogy a fürdő egész nyáron változatos programokat kínál. A következő hétvégén kezdődik el igazán a strandszezon, ezért nagyon színes programpalettával várjuk a vendégeket. Jövő héten sem szakítjuk meg ezt a sportolási sorozatot, ugyanis jövő héten pedig strandröplabdásokat láthatnak majd itt a vendégek, és szurkolhatnak nekik. Ők is úgy fognak, hogy minden egyes állomáson ugye küzdenek, sportolnak, és ugye Hajdúszoboszló ennek már a második állomása lesz. A nagy színpadon pedig szombaton 16 órától Kökény Attila lép fel a vendégeknek. A rendezvény főszervezője a pálya szélén folyamatosan figyelte az eseményeket. Álláspontja szerint a csapatok minden alkalommal maximálisan felkészültek, ismerik a strandfoci sajátos szabályait, és ahogy elmondta, reméli, hogy még lesz folytatás. Fürdővárosok strandfoci kupája rendezvényen vagyunk, 5. alkalommal szervezzük ezt a programot, 5 állomás van az országban, jelenleg Hajdúszoboszló, jövő héten megyünk Abátszalókra, azután a következő Tiszafüred, Berekfürdő és Tiszakécskén lesz a döntő. Ez azt jelenti, hogy Grand Prix sorozatról van szó, tehát gyűjtik a pontokat a csapatok, és a összpont alapján a legjobb 8 kerül a Tiszakécskei döntőbe. Az, hogy milyen a helyszín, idáig nagyon szuper, hiszen két pálya van, az elég ritka helyszín, hogy a két pályát tudnak kialakítani. A helyi szervezők, ez a Hungaraspa, az ZRT, úgy tudom, mindent elkövetett azért, hogy megfelelően helytálljanak és megfelelő körülményeket biztosítsanak a csapatoknak. Idáig minden nagyon szuper, minden jó, és sok a csinos lány. Örülünk neki, hogy jól érzik magukat, mondja, hogy már 5. alkalommal. Hogy tervezték, hogy meddig megy majd ez a kör, ez a Grand Prix? Hát a miénk egy amatőr szervezés, egy amatőr bajnokság, a Tiszafüredi Városi Sportegyesület a fő szervező az egész rendezvény sorozatnak már most 5. éve. Sajnos szponzoráció szempontjában nem valami jól állunk, hiába próbálunk találni szponzorokat, évek óta nem sikerült komoly szponzorhoz jutnunk, így aztán a nevezési díjakból és a kisebb segítségekből, meg a helybeli szervezőknek a segítségével jönnek össze ezek a tornák. Úgy gondolom, hogy sok köszönet jár mindenkinek, aki támogatja ezt. Hogy meddig tudjuk csinálni, nem tudom, most egy ilyen jubileumi év van, hogy 5., lehet, hogy lesz 6., de szeretnénk, ha lenne folytatása. Miért gondolták 5 évvel ezelőtt, hogy szükség van erre, illetve lesz rá igény, lesznek a jelentkező csapatok? Nagyon jó a kérdés. Korábban nem mi csináltuk ezt a sorozatot, hanem a
MLS égisze alatt ment, illetve akkor még nem volt MLS-e, hanem egy másik cég szervezte. Aztán ők bementek a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, ők csinálják most a profit, és utána mostoha gyerekek voltunk, mi többi amatőr csapatok, hiszen azért minden állomáson összejön 10-14 csapat, és hiányoltuk azt, hogy nincsen, ahol tudunk játszani amatőrök, és akkor úgy önszerveződő alapon alakult össze, hogy leültük a polgármesterek, az Abát Szolóki, Tiszafüredi és a Berekfürdő polgármester, és akkor így Tiszakécs körül pedig a standvezető tulajdonos asszony, és így alakítottuk meg ezt a munkát, illetve ezt a csapatot, hogy ilyen szervezésben menjen tovább amatőr szinten az egész. A nyári nagy melegnek köszönhetően a fiatalok egyre több vízközeli sportot vezetnek be, hoznak át, vagy csak vesznek elő újra. A szabadon, kötetlenül, ám a szabályok megtartásával űző sportok kovácsolják aztán össze a csapatokat, és jöhetnek létre a hivatalos megmérettetések. És csapataink minden területen jól szerepelnek. Mi csapatunk, a Hungaros Pál csapatunk összeállt a HSE focistában, meg két-három vendégjátékos, Kerekes Zsombor, meg Bogdánovics Igor jöttek segíteni nekünk. Számomra nagyon örülök neki, hogy sikerült szervezni ezt a strandfoci tornát, mert szerintem itt a Szoboszlón elfért volna egy ilyen színvonalas torna. Látom másik csapatok, ismerem egy pár játékosok, és szerintem minőségi torna sikerült szervezni. Remélem, hogy annak a tornának lesz folytatása is. Nos, várjuk mi is az eredményeket.